Nora Mörk súlyos sérülése után a Győri Audiató KC csapatának villámgyorsan egy balkezes átlövő után kellett néznie, és meg is találták gyorsan a megoldást. Érdről Mireia González csatlakozott az Audiató KC csapatához, aki már itt is van, hiszen megérkezett a klubhoz. Mireya, first of all, welcome here in Győr. Mireya először is üdvözlünk itt Győrben. Minden nagyon gyorsan történt. Kérlek, mesélj erről a pár napról. Valóban nagyon gyorsan történt minden. Hogy őszinte legyek, még mindig nem hiszem el, hogy itt vagyok Győrben, és az érd is elengedett. Boldog vagyok, hogy megkaptam ezt a lehetőséget. Ha jól tudom, még az első edzésed előtt vagy, de mik az első benyomásaid? Um, I'm little nervous. I'm a lot nervous. <laughs> Egy kicsit izgulok, na jó, nagyon izgulok, de amióta megérkeztem, mindenki nagyon kedves velem, rengeteg segítséget kapok, ez azért segít megnyugodni. Biztos vagyok benne, hogy nagyon fogom élvezni az itt töltött időt. Mik az elvárásaid, illetve a céljaid a következő fél évre? Természetesen tisztában vagyok vele, hogy egy sérülés miatt lett rám szükség, de ettől függetlenül nagyon keményen fogok dolgozni, és biztosan sokat fogok fejlődni ezek között a játékosok között. Emellett szeretném én is a legjobbat nyújtani, és ezzel segíteni a csapatot. Mesélj egy kicsit a stílusodról, például mik az erősségeid. Nagyon keményen tudok dolgozni, és imádom, ha minden játékos egy egységes csapatként működik a meccseken. Így, ha éppen nem is megy jól a csapatnak, tudunk ezen változtatni. Ha jól emlékszem, játszottál már ellenfélként itt az arénában. Hogy emlékszel vissza azokra a mérkőzésekre? Mindig nagy élmény volt itt játszani, rengeteg eljöttek szurkolni a csapatnak. Örülök, hogy mostantól majd nekem is fognak szorítani, így biztosan még jobban élvezem majd a meccseket. Ha szeretnél bármit üzenni a szurkolóknak, akkor most a kamerában nézve megteheted. Adam. Köszönöm, hogy itt lehetek, remélem, hogy ti is örültök nekem. Igyekszem meghalálni a támogatásotokat, és bízom benne, hogy sok közös örömünk lesz.